Az izraeli hadsereg a fegyvernyugvás előtt kivonta szárazföldi egységeit a gázai övezetből. Katonai szóvivőjük szerint a gázai hadművelet során 32 alagutat robbantottak fel, amelyeket a Hamas szélsőséges palesztin szervezet azért ásott a föld alá, hogy azokon keresztül Izrael területére hatolva támadásokat hajtson végre. Egyelőre nem szerelik le a mozgósított tartalékos katonákat. Ezek az egységek a gázai határ izraeli oldalánál állomásoznak. A 29 nappal ezelőtt indított erős szikla hadművelet viszont a hadsereg szempontjából véget ért. A 64 izraeli katona életét követelő szárazföldi invázióját az alagutak felszámolása érdekében indította Jeruzsálem. A hadsereg véleménye szerint lehetnek további, számára ismeretlen föld alatti folyosók, amelyekről ha tudomást szereznek, akkor azokat izraeli kijárataiknál fogják felszámolni. A 72 órás fegyvernyugvás idején tárgyalások kezdődnek egyiptomi közvetítéssel Kairóban a hosszantartó tűzszünet feltételeiről. Kedden várhatóan összeül a nemzetbiztonsági kabinet a további lépések megbeszélése céljából. Eközben heves viták kezdődtek Izraelben a háborús kárpótlások ügyében, amelynek keretében az üzletek tulajdonosait kompenzálják elmaradt bevételeik és a háborús károk miatt. Az izraeli hadsereg az erős szikla hadművelet szárazföldi offenzíváját a Hamas Izraelbe tartó föld alatti folyosóinak felrobbantására indította. Jeruzsálem szerint a palesztinok a titkos alagutakat csempészetre, fegyvereseknek a gázai övezet határain kívülre juttatására használták. A hadműveletnek számos halálos áldozata volt, köztük civilek, gyerekek. Vasárnap legalább 10 meghaltak, amikor feltehetően tüzérségi találat ért egy ENSZ iskolát a gázai övezet déli részén. Amerika a múlt héten arra szólította fel Izraelt, hogy tegyen többet a civilek életének védelmében a gázai övezetben végrehajtott katonai műveletek során, rámutatva, hogy a konfliktus túlságosan sok polgári áldozatot követelt.